A Moliga 4-es döntőjéről két magyar csapat, a Miskolc és a Ferencváros maradt le, így a két gárda borsodi találkozója már az OB1 középszakaszában került megrendezésre. A mérkőzést a házigazdák kezdték jobban, ám az első 10 percnyi mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani a jegesmedvék. Negyed óra elteltével aztán éledezni kezdtek a zöldfehérek, gólt viszont ők sem tudtak szerezni a felejthető nyitó harmadban. A második harmadban aztán felpörögtek az események. A jegesmedvék számtalan nagy helyzetet alakítottak ki, ám Budai remekül állta a sarat. Persze mindent azért ő sem védhetett, így a 25. percben Petressel szemben már tehetetlen volt. 1-0 tehát a miskolciaknak. A folytatásban a Fradi is alakított ki komoly zicsereket, ám a hazaiaknak mindenre volt válasza. Sőt a 39. percben Fekecs révén már 2-0 volt az állás a macik javára. A gól után alig telik el egy perc, a képernyő jobb szélén pedig Ennefetti ütközi le Kálait. Az elsőre szabályosnak tűnő mozdulatot azonban Kálai másképp gondolta, és hozzávágta botját a válogatott védőjéhez. A bunyót a bírók megakadályozták, hogy gyorsan kiosszák a büntetéseket. Ennefetti 2 plusz 10, Kálai végleges. A harmadik harmad első percében aztán a jegesmedvék Síka és Popovics góljaival tulajdonképpen el is döntötték a meccset. 4-0 a 41. percben. A ferencvárosiaknak ezen az estén szinte semmi sem jött össze, így Marosi találata csupán szépségtapasz volt a 48. percben. A hajrá legelején egy Fradi támadás után kisebb balhé tört ki, Frinta pedig levezette a dühét Egrin, még ha ez nem is látható tisztán. A találkozó utolsó percében még Síka bevitt egy végső kegyelemdöfést a zöldfehéreknek, mellyel teljesen megérdemelt 5-1-es győzelmet arattak a miskolci jegesmedvék első OB1-es középszakasz mérkőzésükön. Hát mi részünkről nagyon sok helyzetet nem tudtunk kihasználni, hogy megbosszulta magát, sok volt a kiállításunk, és nem tudtuk kivédekezni az ember hátrányokat. Hazai közönség előtt ma a Miskolc megérdemelten nyert, úgy érzem. Próbálunk fölpörögni, ugye vasárnap megint egy mérkőzés ellenük hazai pályán. Hát megpróbáljuk a hibákból tanulni, és a következő mérkőzésen ezeket mondjuk nem elvétni. Úgy érzem, hogy nagyon jól játszottunk, és szeretnék tényleg gratulálni az egész csapatnak, mert egész héten komolyan készültünk erre a középszakaszra, és tényleg mindenki nagyon oda tette magát, betartottuk az első percről a taktikát, amit az edzők kértek, és úgy érzem, hogy nagyon jól játszottunk, fizikálisan is, meg taktikailag is tényleg ott voltunk mind a 60 percben. Az 5-1 megérdemelt, hozzá kell tennem azt azonban, hogy azért az 5 gólból volt legalább 3 olyan, aminek az utolsó centimétereit már inkább az akarat vitte a kapuba. Nem feltétlenül minden meccsen tud egy egyetlen csapat sem ilyen gólokat szerezni, ebből most ha összeszámoljuk a 6 ma esett gólból legalább 4 kicsit a szerencsének is különböző ágazatait használta, de én azt gondolom, hogy vitathatatlan, hogy az ilyen helyzeteknél is az akarat, illetve az a harci kedv, ami oda viszi a játékost, oda viszi a korongot, az okozza ezeket a lehetőségeket, és ilyen formán végül is folyamatosan épült fel ez a 4 gólos
különbség. Tulajdonképpen egy percig nem éreztem veszélyben a mérkőzés második felében már a győzelmünket. Az elején az kell, hogy mondjam, szoros volt, itt is, ott is voltak helyzetek, talán mi végig többet támadtunk. Amit én külön kiemelnék, hogy az ember előnyjátékunk végre ma hasznos volt, azzal meg is tudtuk törni a jeget, hiszen azzal szereztünk vezetést, illetve a védekezésben saját harmadban határozottabbak voltunk, mint az eddigi mérkőzéseken. Remélem, hogy ez nem csak egy jól elkapott nap volt, hanem meg fogjuk tudni ismételni vasárnap is. Itt most a középszakaszban tényleg abszolút nem lehet tudni azt, hogy ki fog bejutni az első háromba vagy négybe. Igen, a Miskolc az megerősödött, a mi részünkről azért mondjuk a megerősödés nem tudnám azt mondani, hogy mondjuk jelen pillanatban az elmúlt hónapokhoz képest erősödnénk, mert azért játékosok sajnos innen elmentek, újakat nem tudtunk hozni. Maga ez a játékos állomány, ez jó, csak sajnos valamiért ezt nem tudjuk összerakni, és nem mutatkozik meg a jégen, ez az élő példa volt a mai meccs. Kicsit szét vagyunk estve, hát ez a legrosszabb, mert ugye a középszakasz van, ahol most minden mérkőzésnek nagy jelentősége van. Hát én remélem, hogy a srácok összeszedik magukat fejbe, és vasárnap egy új csapat fog kifutni a jégre. Igazából jól játszottunk, de lőttünk szerencsés gólokat is, ez az igazság. Két vagy három gólt lőttünk, ami igazából öngól volt nekik, de úgy érzem, hogy megérdemeltük, mert az utóbbi mérkőzések alapján nem igazán tudtunk gólokat lőni, úgyhogy ez ma szerencsére kijött, és így sikerült egy ilyen 5-1-es győzelmet aratnunk. Meccsről meccsre kell jó teljesítményt nyújtanunk. Most, hogy a három pontot megszereztük itt Miskolcon, már a következő feladat a vasárnapi idegenbeli Ferencváros elleni mérkőzés, és ez mind nem ér semmit, hogyha ott mondjuk nem vagyunk összeszedettek, tehát lépésről lépésre szeretnénk haladni. Azok az előjelek, amik ma zajlottak, azok nagyon kedvezőek, és számomra tényleg edzői szemben is szimpatikusak voltak, hogy az új játékosunk Szaluga elég jól megtalálta a helyét, tulajdonképpen mind a négy csatársunk bevethető állapotba jót játszott ma, hátvédpárjainkat sem érheti kritika, és kapusposzton is volt egy tisztességes olyan teljesítmény, ami amikor szükséges volt, akkor hozta az elvárhatót, és ezzel tartást adott a csapatnak. Úgyhogy nagyon, ha keresni kell hibákat, én igazából azt gondolom, hogy ez nem a mai napra tartogatnám. Ezt szeretnénk megismételni hétről hétre. Persze, hát igazából a Miskolc meg a Fradi már évek óta egy elég ilyen tüzes meccs szokott lenni, és ugyanígy számítunk egy jó játékra, és remélem, hogy ugyanígy tudunk játszani, hogy ma is sikerül három pontot szereznünk ott is. Lebecsülni már abszolút nem lehet a Miskolcot, mert tényleg egy összeszedett jó gárda van idén, úgyhogy én bízok benne, hogy itt a középszakaszban az ellenük lévő mérkőzéseken hasonló idézőjelben nagy gólkülönbség nem lesz még egyszer.